A Jobbik néhány héttel ezelőtt derítette ki azt, hogy a miskolci városvezetést fekete kasszával vádló Lakatos Miklósnak úgy fizette a holding a telefonszámláit, hogy a nyíregyházi vállalkozónak egyébként se a holdinggal, se az önkormányzattal nem volt semmiféle jogviszonya. És azóta kiderült, hogy nem csak Lakatos Miklós telefonszámláit fizette a holding, de a segítőjét is. A holding, a Jobbik ugyanis az elmúlt hetekben újabb közérdekadatkéréssel fordult a Miskolc Holdinghoz, ennek során pedig az derült ki, hogy Lakatos embereinek a telefonszámláit még bizony idén áprilisban is a holding fizette, és az is elképzelhető, hogy a jelen pillanatban is fizetik ezeket a számlákat, tehát azt is el tudjuk képzelni, hogy még most is élő szerződésekről van szó. A kérdés az, hogy fordulhat ez elő Miskolcon, hiszen azért lássuk be, nem túlságosan életszerű, hogy mondjuk egy miskolci lakos beesik a városházára, és ott az önkormányzattól kap egy telefont, aminek a számlái több mint egy évig ki is fizetik a telefonáló helyett. Lakatos Miklósnak Nyíregyházáról ez sikerült. Én most azt szeretném tudni, és legfőképp Rizs Ákostól várnám végre a választ, egyenes és határozott választ, hogy Lakatos embereivel volt-e bármiféle jogviszonya az önkormányzatnak vagy a holdingnak, ami alapján ezeket a telefonokat több mint egy évig a rendelkezésükre bocsátotta a város. Mit kellett Lakatos embereinek tenni azért, hogy ilyen kedvezményt kapjanak a holdingtól? És persze fontos kérdés az is, hogy miközben a rendőrség számos eljárást indított már a miskolci fekete kassza ügy kapcsán, ugye hűtlen kezelés hivatali visszaélés gyanúja miatt többek között, addig a polgármesteri hivatal belső ellenőrzési osztálya úgy nyilatkozott a legutóbbi, vagy talán kettővel ezelőtti közgyűlésen, hogy semmi olyan cselekményt nem tapasztaltak az elmúlt évben, ami alapján a belső ellenőrzési osztálynak eljárás kellett volna kezdeményeznie az önkormányzat működésével kapcsolatban. Tehát hogy működik Miskolcon a belső ellenőrzés, ha ilyen apróságok elkerülik a hivatal figyelmét, hogy valakinek jogtalanul biztosítunk telefonhasználatot. Azt egyébként Rizs Ákos jegyzője már idén 2016-ban elismerte, hogy Lakatos Miklósnak Kovács Zsolt, Rizs Ákos volt kabinetvezető helyettese biztosította a jogosulatlan telefonhasználatot. Most szeretnénk tudni, hogy ezúttal ki fogja elvinni a balhét, ki az, aki az önkormányzat szerint Lakatos embereinek biztosított telefonhasználatot, és milyen alapon. Na most láthatólag az önkormányzat azt a stratégiát választotta, hogy nem reagál semmiféle ezzel kapcsolatos híre. Most mi lehet-e mögött akkor? Hát vagy nem tudnak már mit mondani, vagy már ők is kezdenek összezavarodni, vagy azt gondolják, hogy a hallgatás, az elhallgatás a legjobb taktika, tehát egész egyszerűen nem vesznek tudomást a hírekről, de arról majd nyilván tudomást kell venniük, amikor a rendőrségi nyomozás olyan fázisba ér, ami esetleg rájuk nézve nem kedvező. El tudja a rendőrség ezt felső nyomással eltusolni ezt a történetet? Hát ott, amikor, ahol Pol Péter legfőbb ügyész együtt kávézgat, vagy éppen ebédel Matolcsi Györgyöt, bármit el tud az ember képzelni, azt is el tudom képzelni, hogy egy olyan szintre majd eljut a nyomozás, amikor azt mondják, hogy eddig és ne tovább, de azért bízom benne, hogy az igazság előbb-utóbb ki fog derülni. Tehát mondjuk nyilván itt van egy hűtlen kezelés, ha a legegyszerűbb változatot nézzük, hát azt elég nehéz eltusolni, mert ez tényleg megállít a hűtlen kezelés, és valaki engedélyt adott arra, hogy telefonokat használjanak az ő pénzükön. Így van, tehát hogyha valaki jogosulatlanul biztosít telefonhasználatot egy másik fél részére, az azt gondolom, hogy jó eséllyel elköveti a hűtlen kezelést, de ezt majd a rendőrség fogja megállapítani. A számításaink szerint mennyi, mondjuk a telefonra mennyit költöttek el idáig? Van valami elképzelésünk? Készülékenként 100 000-es nagyságrendű tételről van szó. És akkor hány készülékről van szó? Jelen pillanatban 3 készülékről tudjuk, hogy a holding fizette. De nyilván, hogy a Lakatos Miklós nem csak telefonról beszélt, hanem laptopokról, fényképezőgépekről, ingyen szállodai elhelyezésről, ingyen tankolásról. Tehát azt gondolom, hogy a rendőrségnek van még mit nyomoznia és keresnie.